A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete 1969 óta működő szervezet. Már egy 55 éves szervezettel állunk. Ennek volt egy jogelődje, 1901-ben megalakult numizmatikai társulat. Ugye az éremgyűjtés az egy több évszázados, vagy így mondom évezredes hobbi. Már az ókori rómaiak is gyűjtötték az elődjeik, a császárkorban nagy divat volt a köztársasági érméknek a gyűjtése, de ez már az antik görögöknél is divott. Később ugye a középkorban szintén folyamatosan voltak főúri és papi gyűjtemények. Majd később ez igazán demokratizálódott, és a nagy közönség számára is elérhetővé vált. Mivel a Magyar Nemzeti Banknak volt ez 1968-tól egy emlékpénz kibocsátási programja, hogy minden jeles évfordulóra ezüstből és színes fémből emlékpénzt adnak ki, korlátozott példányszámba, melyek törvényes fizetőeszközök, mert a kiadás előtt mindig megjelenik a magyar közlönyben a kibocsátásnak a példányszáma, a lehetőség, hogy mennyit adnak ki, ezeket elkezdték az emberek gyűjteni, mert ezt a gyűjtők számára készítik. És ekkor megalakult a Magyar Éremgyűjtő Egyesület, mert aki a tagja volt az Egyesületnek, az jogosult volt, hogy ezeket megvásárolja. Mivel ezek korlátozott példányszámba kiadott emlékérmek, aki nem volt szervezett gyűjtő, az nem jutott hozzá. Az Éremgyűjtő Egyesületnek az ország 42 városába van csoportja. Vannak kisebb-nagyobb városok, vannak nagyobb létszámú csoportok. Körülbelül 1300 taggal bírunk országosan, de régebben volt ez a 5-6 ezer fő is. Csak mivel ugye a számítógép, az internet átvette mindenek fölött az uralmat, hogy sokkal kényelmesebb otthon a fotelból ülve nézni a képernyőt, és ott vásárolni, ezért eltolódott, bár egy ilyen rendezvényt, egy ilyen éremgyűjtő találkozót nem pótol semmi. A személyes találkozás, az érmeknek a kézbevételi lehetősége teljesen más, mintha az képernyő előtt tesszük meg, és úgy vásárolunk, és majd várjuk a postát, hogy valóban az érkezett-e, avagy sem. Az Egyesület életében a vándorgyűlés nagyon fontos szerepet tölt be. Tegnap volt egy nagyon szép érembemutató Szekszárdon, ugye 40 éves a Magyar Éremgyűjtő Egyesületnek a Tolna megyei csoportja. A vándorgyűlésünknek az érmét mutatták be, a szegedi éremverde, Szabó Tamás szegedi éremverdéje volt ott, a Szekszárdi megyei múzeumban, és ez mellett a csoport készített egy kísérő érmet is. Ezek kis példányszámba kibocsájtott ezüst és bronz érmek, ugye 42 mm átmérővel a magyar tallérverés hagyományaira utalva. 69-ben alakult az Egyesületünk, az első vándorgyűlésünk 1970-ben Debrecenben, majd azt követően mindig más városba tartottuk. A vándorgyűlés az Egyesület életébe, az az ünnepi közgyűlés, ahol átadjuk az Egyesület által alapított kitüntetéseket. Az Egyesületnek van olyan, mint Széchenyi Ferenc jutalomérem, ennek van 3 ezüst fokozata, és egy arany. Az aranyat általában már szinte mint egy életműdíjat adjuk át, egy hosszú életen át végzett tevékenység elismeréséül. Az ezüst fokozat az valódi ezüstből készültek, különböző vastagságban. Ezeket a helyi csoportoknál a titkárok fölajánlásával, az országos elnökség elhatározása után az országos küldőgyűlés hagyja jóvá ezt a listát, és akkor a vándorgyűlésen adjuk ezeket át. Ez egy nagyon nívós kitüntetés, már csak az is, mert hogy Széchenyi Ferencről, a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítójáról van lett elnevezve. Ezen kívül a numizmatikai szakírói munkásságért megalapítottuk az Unger Emil jutalomérmet. Ezeket olyan numizmatikai szakíróknak adjuk át, akik sokat tettek, nem csak az Egyeset, hanem a numizmatika, mint éremtan, vagy esetleg a falerisztika kitüntetéstan ismertetése érdekében. Ez jó néhány könyvet kellett, hogy kiadjon, sok előadást tartson, eljön hozzánk numizmatika nyári egyetemre, mert az Egyesület, mint egy non-profit egyesület, a kultúrát is úgy igyekszik terjeszteni, hogy minden évben tart egy numizmatikai nyári egyetemet. Ez egy 3 napos rendezvény. Az idei évben itt a Felvidéken, vagy inkább így mondom, hogy Szlovákiában, Esztergomtól 20 kilométerre búcson tartjuk meg. A szervezetnek rengeteg kiadványa is van, amelyeket a Dombovári Művelődési Házban is prezentáltak. A Magyar Érem határozott 2-szer is utánnyomásba, sőt 3-szori utánnyomásba adtuk ki, mert olyan nagy volt rá az igény, 3 kötetbe, de a mostani kibocsátású érmekről is van katalógus, mert amikor egy érem elkészül a pénzverdébe,
akkor az tájékoztató jelleggel tudjuk példány számát, ismerik a súlyát, finomságát, tehát nem csak az az értéket, ami rá van írva, mert ugye ezek az emlékpénzek, ezek törvényes fizető eszközök. Ezeket én azt szoktam mondani, ezeket nem meg kell vásárolni, csak a zsebünkbe lévő papírpénzt átváltjuk ezekre a színes fém, de zömében nagyobb, az apróbb címletek 2-3 ezer forint névértékű színes fém, a nagyobb címletek az mind ezüstből, de a Magyar Nemzeti Bank arany emlékérmeket is bocsát ki. Természetesen azok már nem fizetőeszközként működnek, azok már igazi emlékérme funkcióját töltik be, tudni a névértékük mindig sokkal kevesebb, mint a bennek lévő nemes fém értéke. Az éremgyűjtés több, mint hobbi. Ez egy tudománya. A történetnek a numizmatika egy segédtudománya. Nagyon jól lehet következtetni az ország gazdasági, így mondom, bármely ország gazdasági erejére, teljesítő képességére, évszázadokkal később is az adott pénzek kiadásából, mert látjuk, hogy a középkorban, amikor háborúk voltak, infláció volt, akkor nem csak, hogy elaprózódott a pénz, hanem elsilányult az anyaga. Vegyítették az ezüstöt rézzel, hígították a minőségét, vagy hogyha bejött egy olyan korszak, mint egy napoleoni háborúk, akkor igazán előjöttek a részpénzek, melyeket később aztán, hogy a gazdaság fölélénküljön, szükségszerűen kivontak a forgalomból. De talán legközismertebb dolog ugye a Rákóczi szabadságharc, ugye kellett az ezüst és az aranypénz a külföldi fegyver behozatalra, ezért az külföldre áramlott. Magyarországon a Rákóczi poltúrák, a réz 1, 10 és a 20 poltúrások voltak forgalomban, melynek sajnos sokat esett az ázsiója, ezért volt, hogy az Ónodi Országgyűlésen is már felülbélyegezték, egy kisméretű madonnás verőtövet készítettek, egy L4-et, azt beleütötték, és ezzel devalválták, leértékelték, mint hogy a háború után a pengőpénz is felülbélyegzéssel leértékelték, és lett belőle adópengő. A Tolna Vármegyei Szervezetnek 29 tagja van, és minden hónap második szombatján tartják az összejöveteleiket a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban.